A húsvéti ünnepkörben, az örök élet igézetében, ígéretében élünk. De vajon mit is jelent ez? Jézusnak a szavát idézi a mai evangéliumi részletünk. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. De mit is jelent ez az örök élet? Napokban beszélgettem kedves barátommal, akinek édesapja már rossz állapotban van, idős és beteg, és bizony az utolsó órák előtt tart. Furcsa ellentmondást tapasztalunk idős, öreg rokonaink, vagy éppen édesapánk, édesanyánk kapcsán. Szeretne már elmenni, szeretne már ettől az élettől eltávolodni, vagy éppenséggel meghalni. De ugyanakkor az életre vagyunk teremtve, élni akarunk. Milyen furcsa ellentmondása ez a mi emberi életünknek. Vagy éppenséggel szükségszerű velejárója. Mit is jelent tehát ez az örök élet? Hiszen ha ennek az életnek a meghosszabbítása, méghozzá egy értelmezhetetlen örökké valóságon át, akkor abból nem kérünk. Ezt fejezi ki minden bizonnyal ez a látszólagos ellentmondás. Meg akarok halni, de élni akarok. Mit jelent tehát az örök élet ígérete és igézete az ember számára, és ez nem csak a hívő emberre vonatkozik, hanem az emberre. Nyilván az örökké valóság ilyen módon számunkra elképzelhetetlen és értelmezhetetlen. De meg tudjuk közelíteni a titkot, hogyha arra gondolunk, Jézus föltámadásában nem egy holttest támadt új életre, vagy kelt új életre. Isten ígérete és Jézus föltámadása arra vonatkozik, hogy új eget és új földet alkotok. Ez azt jelenti, Isten teremtő szeretetének erejére hagyatkozunk. Ő valami egészen új életet ad az ő isteni módján, isteni szeretetének erejéből. És mi az, ami táplálja bennünk ezt a reményt, minden emberi tapasztalatunk, minden nyomorúságunk mellett és ellenére? Mai evangélium erre is választ ad. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Én föltámasztom őt az utolsó napon. Jézusból táplálkozva, az élet forrásaiból merítve életünk van.